Köszönöm mindenkinek a hashtag bocskor civil kiadása két ünnep között, ugye az előző volt a karácsonyi, jön majd holnap utána, jól tudom, a szilveszteri. A vendégeink ma este Jakubcsek Gabriella, Farkasházi Réka, Ábel Anita, és először ma nálunk Bárdossy Sanyi. Most vagy először? Igen. Azt hittem, már voltál. Nem ért rá senki, és akkor... Azt mondja, a bocskornál, az előbb még azt mondta az öltözőben, hogy hát hozzád szívesen jövök, mert hogy innen megyek műtétre. Milyen műtétre mész? Csinálják a térdem megint. Megint? Megint, mert ez már sokadik. Tehát, de, hogy... de mi a baja? Tehát ez... Hát nincs benne nulla szalag, tehát hogy nagyon nincs benne szalag. De ezt még az olimpián törték ki? Nem, de nem sokkal utána, és azóta bajlódom vele. És akkor így csinálgatták, de hogy sose volt időm lefeküdni egy 6-8 hétre. És most ez jön? Hát nem, mert most már annyira elkopott azóta, ha nincs szalag, akkor kopik. De van szalag, egyébként lehet kapni? Hát azt kiveszik... Az az érdekes, hogy ezt kiveszik máshonnan. A növényitől? Más... Kivesz meg egy szalagot! A növényi az, mert tudod, az már el van keményedve. Mert hogy ti ugye együtt, azt tudjuk. Igen, de hogy a növény annyira öreg, 62 éves, tudod, de hamarabb megpull a bogrács, mint a szalag. Nem, nekem az nem jó, valami fiatalabb kell. De valamit barterezz a növényivel, adsz hát neki valamit, ő ad neked valamit, és akkor összeállhatunk egyet. Valami testrészt, vagy nem. Egyébként ez nem lenne hülyeség, mert akkor én ezt fölvettem, haja úgy sincs nagyon másról. Hát te a szakából odaadsz neki. De és tényleg mástól veszik a szalagot, vagy tőled máshonnan? Nem mástól, hát máshonnan. Tehát de honnan? Először például már egyszer túltoltak. Mondjuk az jó, akkor nem beszélsz. Fogsz rövni rajtam. Na, innen a lovaglóizomból húztak két darabot, és az lett szalag. De most már... nem hiányzik? Működik rendesen, Sanyi, csak kérdezik, melyik aggódunk. Ez csak egy izom. Jaj, hát az egy izom. A pici olyan kicsit, tudom, azt mind más is szoktam. Nem hiányzik. Az semmi. De egyébként arra helyen van, mert most így mondod, de az orvos sűen így mondja. Tehát, hogy... most tényleg úgy figyelek, mert innen. Abszolút nem voltam képben, hogy ez hogy működik. Azt hittem, hogy műanyagból már lehet kapni, de hogy van ilyen birkózó, alkatrész, bőrze. Nincs. Azt mondom, hogy most innen a patella alatt van egy nagyon vastag szalag. Itt a patella tért kalács alatt van egy vastag szalag rész, és akkor abból vágnak le, és kérdeztem az orvost, hogy figyelj, ne arra úgy, de hogy oda nem kéne az a vastag? Tehát nem véletlenül nőtt oda ilyen vastag. Oda nem kell adni. De ez azt jelenti, hogy meg is nősz, tehát hogy egy kicsit magasabb leszel? Na most az a rossz hírem van ezzel kapcsolatban, hogy eleve már ugye kopott a térdem, tehát összeépment. De nagyon csúnya volt látni az MRI képeit, mondom. És ott annyira ki van kopva, olyan, mint egy ilyen rossz gömbfej. De legalább tudod, hogy patella, most ezt is most hallom először. Birkózók azok kell, hogy tudják a férfi testet anatómiailag megnevezni? Tehát, hogy tudod, hogy hova nyúlsz? Persze, de most ha ezt ki szeretnéd tőlem kérdezni, hogy latinul mondjam el a nem tudom nyakszírt, tehát akkor valószínűleg nem fogom tudni, bár ezt kérdezték annak idején. De azt mondod, hogy hol fáj. Tehát az... De igen, te mindig de... megnevezed, ahova nyúlsz? Tehát csak kérdezem, hogy neki. Na, az első témánk Anitával kapcsolatos, hogy a Szányra kapott a hír, hogy minden idők legnépszerűbb sorozatát, a Szomszédokat folytatnák, és... Folytatnák, igen. És ugye Horváth Ádám rendező, egykori munkatársa Bújtás János hívná életbe ezt a projektet, és Anita ugye nem tudom egyébként, hogy hol jelentette meg ezt a válaszát, de ugye te leírtad, hogy te nem kívánsz ebben részt venni. A következő képen, drága János, lehet nem leszek népszerű, én úgy gondolom ez a sorozat 99-ben befejeződött. Számomra mindenképp ez egy kerek történet volt, egy csoda akkor, hogy 13 évig az emberek életében voltunk, és valahol az emberek a mi életünkben. Boldog vagyok, hogy ilyen színészóriásokat ismerhettem meg, és a gyerekként akkor nem is tudtam igazán értékelni, most 44 évesen tudom, milyen ajándék volt ez a sorstól. Sok sikert kívánok a folytatáshoz, ha valóban lesz, de ebből a társulatból én 1999-ben kiléptem. Úgy érzem, a tisztesség úgy kívánja, hogy ezt leírjam. Örökké kellemes nosztalgiával fogok gondolni ezekre az időkre. Ölelek mindenkit. Milyen és szép volt a hangodon. Igen. Hogy nem lehetne, hogy ezentúl bármit nyilatkozom, te olvasod föl, mert az úgy sokkal jobb.
mint amikor csinálhatunk én... élő interjúkat is, hogy szinkronizálva. Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor Ábel Anita megszól, a magyar hangja, Bocskor Gábor? Igen. Na, de egyébként mi... sose csinált sem. Én azt hittem, hogy ez vicc, hogy föl akarják. Hát nyilván az lesz, de... Én nem tudom, de nem. Csak amit, ami nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy rajtad volt ez a Julcsi bélyeg, és azért tényleg több évtized munkája volt abban, hogy ezt levesd magadról. Ez tulajdonképpen az egyik oka, vagy a fő oka, hogy ezt de nem akarod, hogy visszaröpüljön? Az a fő oka, hogy eltelt 20 év. Úgy gondolom, hogy ez egy kultikus sorozat volt, 99-ben véget ért, egy csodálatos korszakot ölelt föl, ami az akkori Magyarországról szólt, azóta nagyon sok színész az égitársulatban van, vannak, akik bizonyos okok miatt nem fogják ezt elvállalni, és én úgy gondolom, hogy ennek vége van. Ez egy munka volt, amit mi 99-ben befejeztünk. De... Igen, azért már láttunk ilyet, akár külföldi példákat, hogy aztán újra elindult. Nem is lett sikeres, tehát, hogy azt gondolom... De a sikertelenségtől félve nem? Én, figyelj, ez egy olyan dolog, hogy amikor vége lett ennek a sorozatnak 99-ben, ugye akkor indultak el a kereskedelmi televíziók, volt, hogy így átveszik, én már akkor is azt mondtam, hogy nem. Tehát ez nyilván nem volt akkor a hír még, de én akkor, tehát én tudtam azt, hogy én ezt befejezem. Én soha nem vettem részt az utána lévő... Karácsonyi partikon? Nem, de volt, hogy elmentem, ha el tudtam menni, de nyilván ennek volt egy lecsengése, különböző közönségtalálkozók. Én nem, mert én elhatárolódtam ettől, még akkor is, ha mondjuk egzisztenciálisan... De azért, mert az úgy volt kerek és kész, tehát igen, ez egy munka volt, tehát most könyörgöm, ez egy munka volt, amiben én gyerekként annyi idős voltam majdnem, mint a lányom, bekerültem. Senki nem tudta, hogy ez egy 13 évig tartó dolog lesz, ez fél évről volt szó. Ebből lett 13 év, de én elvégeztem a munkámat, és azért nagyon sokan itt azt gondolják, hogy ők szívességet tettek azzal, hogy én ott voltam, mert hogy ugye elolvastam a kommenteket, és hogy nekem kutya kötelességem ezt folytatni, és hálátlan vagyok, és nem tudom. Nem, ez egy munka volt, amit én elvégeztem becsületesen, ezért kaptam egy fizetést, és ennek vége lett 99-ben. Én nem kívántam ezt folytatni, mert úgy gondolom, hogy az életemben mást is szerettem volna csinálni, és kipróbálni magam más, és nem gondolom, hogy vissza kell lépni ugyanabba a cipőbe. Kicsit olyan, mintha az ember visszamenne a gimnáziumba, és nem csak hát egy érettségi találkozóra, hanem akkor most újra gimis lenne. Hát, én nagyon bírnám. Jó, de most azért sokkal jobban nézünk ki, mint a gimiben. Tehát azért ezt valljuk be. Másrészt egyik, kettő pedig úgy gondolom, hogy egy sorozat, amiben a legfiatalabb szereplő én vagyok, aki 44 éves, szóval kinek szól? De már milyen szerepet ajánlottak? Én már mondom. Hát mit gondolt, hát, ami volt? De Gyulcsi már nem lehet. De lehet, mi végre. Hát Vágási Ferit kérték meg, hogy legyek, de mondtam, hogy nem vagyok eléggé olyan. És mondtam, hogy nem, hát Ferit nem. De engem az is érdekel. Nyilván, az igazság, hogy én se tudok többet erről az egész dologról. Most akkor 40 éves lennél mondjuk ebben a sorozatban, hogy kerül mindenki újra vissza... Miért gondolod, hogy fiatalítanának? Akkor 44. Hogy vissza... Tehát hogy Gábor, gondolják azt, hogy mindenki összegyűlik egy lakótelepen újra? Nagyon őszintén mondom, semmit nem tudok erről. Tehát annyit tudok, egyébként ez egy privát levelezés volt, csak mondom, ami úgy kikerült nekünk a... Igen, megvan. Persze, hát valahogy az egyik bulvár újságnak is meglett, mindegy. Nem tudok semmit. Tehát, hogy az, hogy kik mondtak, igen, kit, én rögtön elhatárolódtam, tehát felőlem, tehát hogy én Spielberg is rendezhetné, jó, azért elgondolkodnék, de nem, tehát én ezt lezártam. Hogy lennék itt is. Hogy mi mindig ott a panelban jelne mindenki. Semmit, de akkor ez milyen jövőkép, érted, hogy 20 év múlva mi mindig ott hát eljönnek a panelban. Én azért az Anitát 44 évesen Julcsiként Tükörhegyre képzelem, és akkor onnan te beautózol, mert ott működik a pékséged. Tehát valami... Miért mondd, hogy pékségem van? Mert abból tudsz venni házat Tükörhegyen. Tehát így, de én sem látom ezt. Tehát aki pék, annak van egy háza Tükörhegyen? Nem állítom. De világodban így működnek nem állítom. Az egyetlen ember, akit miért ismerek, akinek... Miért ne lehetnék egy menő rádiós, aki mondjuk Diósdon él? Mert Diós nem Tükörhegy, Tükörhegyen Hajdú Péter él. De... itt erre aztán Bújtás János azt nyilatkozta, hogy Ábel Anita a sorozattal nőtt fel, de nem mindig figyeltek rá úgy, ahogy kellett volna. Igen. Megértem, ha nem akarja folytatni, hisz nem csak jó emlékek fűzik hozzá. Ez mit jelent? Hát most mit mondjon? Személyesen? Vagy mi? De ezt miért? Te is mondtad az előbb, hogy neki volt a műsorban, mert megérti, mert neked...
Volt akkor? Nem tudom, hát nem. Jó emlékek fűznek hozzá? Figyelj! Nem bántak veled jól? Hát ütöttek, vertek. Ha így már értem, erre gondol a bújtás akkor. Persze, persze. Na, valamit titkolsz, most érzem. Én volt nem valami? Szeretek erről beszélni. Én hoztam egy döntést 99-ben, hogy számomra ez a szerep véget ért. És én ehhez tartom magam immáron 20 éve. Ha ezt valakinek tetszik, csak azt mondja, nem tetszik, sajnálom. Ezek kárrugózni, sok sikert kívánok nekik, ha lesz folytatás. Most te nagyon lerázol. Igen, mert nem akarok erről beszélni. De ez egy trauma? Nem trauma. Ha ez egy nézszem közti beszélgetés lenne, és picit mélyebben néznék a szemedbe, elmondanál? Nem tudom, de ez nem trauma. Ennek vége. Mit nem lehet ezen megérteni? Nem ezt kérdezem, hogy miért, hanem azt, hogy ki bántott. Legyetek barátok, és kész! Úristen! Legyetek barátok, megérjük ezt! És kész! Ha a Gavi műsorával lennék, ahol még nem voltam, nem voltam még, igen, ott megértenék azt, hogy emögött nincs annyi, mint amit az emberek gondolnak. De ebben nincs annyi, mint amit gondolnak. Nyugodj meg, befejeztem. Persze, drága Réka. Igen. Én némiképpen hasonlót éltem meg, szerintem a barátok köztem, mint Anit. Ki lehet mondani? Persze. Jó. Mint Anita? Hogy nem? Hát igen, nagyon mondjuk, én csak 8 évig voltam, és tény, hogy a szomszédok volt. Téged is bántottak? Nem, csak én az ember. Téged is vertek. Persze. A díszletek a mító innen. De is szerettem. Szóval, hogy amikor az ember egy csomó mindent csinál az életében, és még mindig csak az érdekes belőle, pedig színházban játszik csodálatos szerepeket, persze, én ezért kérdeztem ezt a bélyeg hát dolgot. Gondolom ezért, nem, ezt nem kérdezted, azt, hogy kérdezted, hogy bántottak-e. Nem, volt bélyeg dolog? Nem volt, nem volt, volt bélyeg. Micsoda? Na tessék, hát tessék. Nem a na, mit mond a lányod? Volt bélyeg dolog? Mi? Ki hazudik, anya vagy te? Anya. Édes. Van, hát akkor ugrott a karácsony. Na. Egyébként visszatérve még, hogy tényleg vége van 20 év, és mégis vannak a mai napig mémek videók. Van egy 30 éves srác, 31 éves srác, aki a lábára tetoválta a szomszédokat. Ezt nézzétek meg. De hogy ő szegény. De meg nem örökre tudom. Megőrzi a fiatal. Igen, ez adat. Milyen ez csodás. Nem, de ezt egy lakótelepet rakott magára. Hát miért az Anitát? Na ezt nem de értem. De miért engem? Miért nem a vágási felé? Ezt magyarázza. Most például Ceglédről egy ismerősünknek. Igen, Cegléd. Tényleg, szerezni kell, ugye, egy autó. De még nem adtam. Hát ugye, pedig jó, ő nagyon-nagyon várja. De halálosan miért? Szerelmes Berét 25 éve. Jó. Ja, Istenem, jegyezzük. Na de ez tényleg, tehát gondolj bele, hogy ne valaki... Még jól jöhet, Gabi. Fogadd el anyát tanácsát. Később még. Ez a férfi 11 éves volt, amikor ment a szomszédok. És akkor és most 31 éves korában... Emeletről emeletre, tehát... De nem, ez a panel feeling egyébként. Hát nem feeling, ez maga a panel. Hát igen, de hogy ez... Na de basszusdáltat, te a szomszédokat rá, akkor mit tetováltatnál magadra? Hát jújtsit. Ne, jújtsit, jújtsit. Ugye teli hátas jújtsit. De nem, már most kit a kutyabácsit, vagy kit szeretek? És őt miért ment? Mert te voltál a legjobb csaj abban a sorozatban. Hát köszi. Mármint a korosztályomban. Tehát, hogy most... Ja, Istenem, a kedvencem, amikor meglátnak az utcán, és azt mondják, hogy ha te voltál az izé, az a szarból, tudod? Nem volt még ilyen? Ha volt olyan is, hogy oda jött hozzám egy ilyen éjszakai mulatóhelyre egy csávó, és azt mondta, hogy rajtad nőttem föl. Hát mondom, drágám, arra emlékeznél. Ezek a mondatok, érted? Rajtad nőttem. Szóval, Anita azt mondta, hogy 99-ben vége volt. Ti mikor érzitek azt, mondjuk Sanyi, te, hogy valami, hogy vége van mondjuk a birkózó karrierben? Hát, ez egy olyan dolog, amit te előre elhatározod, hogy mondjuk 32 évesen ebből kiszállok, vagy várod a jelzéseket, vagy hogyha az eredmények elmaradnak. Mikor tudja az ember, hogy vége van annak, amit csinál? Én szerintem tovább csináltam, mint hogy kellett volna egyébként. Meddig csináltad? Fú, hogy 31 néhány éves koromig, de már hamarabb át kellett volna mennem máshova, akkor szerintem abba is tudtam volna nagyot alkotni. De addigra már ugye tönkre mentem, tehát hogy az volt itt a gond. A patellip vagy mi az a... Patella! De nem is ez a lényeg. Na, szóval, hogy te tovább toltad, mint ahogy vége kellett volna, tovább, hogy legyen? Igen, mert hogy ez egy nagyon rohadt dolog a váltás. Na, tehát hogy na, arra nehéz. De hát amikor valami... Érzelmileg nehéz, vagy egyszerűen nincs terv? Érzelmileg is, és amikor még úgy érzed, hogy van benned tűz, meg van benned még potenciál, és akkor utána már így nem,
nem kell. De jó, de nyilván azért egy sportban ez más dolog, mint az, hogy van egy, tudod, hogy van egy adott munka, egy tévéműsor, egy tévéfilm, annak egyszer csak vége van, és te mész tovább a következő munkára. Hát azért a szomszédok, ha most így nézzük, a szomszédok az hasonló, tehát ez is egy úgymond karrier. De én arról beszélek, hogy azt tudtad, hogy az... Tehát, hogy, az hogy nem tart örökké? Hát egyrészt, hogy nem tart örökké, de hogy jó, szerintem de egy élsportolónak az egy életforma. Bocsánat, nekünk a szomszédok nem volt egy életforma, tehát de mindenki ment színházba, játszott, elment forgatni, tehát hogy ez, az az életében benne volt, de egy sportolónak az egy életforma. Na jó, de hát azt például te is tudtad, hogy a szomszédok nem lesz nyugdíjas állás neked, tehát hogy... Hát hál' Isten, kétszer, de ha még ott lett volna a sportban, mert nyilván a testi adottságok igen. is... Egy renyhelyi szalagútól más, amikor az ember, akkor még az ember nagyon fiatal, akkor bírja, tehát az a baj a küzdősporttal, hogy pláne a birkózással, hogy nagyon-nagyon sokat kell dolgozni benne, ahhoz, hogy eredményed legyen. Tehát egy embertelenül sokat. És ezt egy idő után 30 évesen nem tudsz annyit edzeni, mint egy 20 éves. És akkor jönnek ugye a patella, meg a... Igen. Hát jönnek a gondok. És lehet, hogy fejbe ér véget, vagy testbe ér véget. Fejben is véget ér, csak igen. váltani nagyon nehéz. Tehát, és hogy... akkor mi sarkalt arra, hogy a show businessbe helyezkedjen? Hát, hogy őszinte legyek... Tehát nagyon nagy ha neked rossz legyen, nekünk is vagy. Nem, hát nagyon sokat néztem a Szomszédok című sorozatot, és Júlcsit nézve gondoltam, hogy... És gondoltam, ennek megy a színészet, elmegyek rádiós műsorvezetőre. Csak közelebb kerülök hozzá valahogy, hogyha... Hát így. Gabi, a mi foglalkozásunknál egy picit más, mármint hogyha a végeket keressük, az általában egy műsorhoz köthető. Igen. Neked volt olyan, hogy érezted, hogy ebben a műsorban nincs már több? Vagy hát, mindig van egy kényszerhelyzet? Hogyne lett volna. No, hisz ismeretes is a történet. Igen? Most melyik hát annak ott vége volt, már régen. Nem, de az, hogy, te, ja, hogy már benned vége volt hát előtt. Hát abszolút. A Ridikülről beszél. Hát hogyne. Hát azt már régen meg kellett volna újítani. De nálunk az a probléma, amikor nem újítanak meg egy műsort, és benne ragad valaki, hát most már csak két férfi volt, ugye, hát azért a Vágó Pistát tudjuk, hogy hány évig csinálta a multimillió most, tehát én komolyan aggódtam, hogy infúzión fogják lehozni. Tehát, hogy azért az 13 év volt, vagy egy Mónika igen. hány év volt, gondoljatok bele. Tehát az maga a kiégés. Tehát azzal az a baj, hogyha egy műsort csináltatnak vele tizenvalahány évig, akkor tönkre tesznek. Hát ugyanakkor meg, ha belegondolsz, Amerikában pont az ellenpéldái vannak ennek. Hát de nem úgy dolgoznak, mint nálunk. Igen. Tehát azért ott van, ott azért, igen. Tehát egy olyan típusú talk show-t, amit mondjuk én napi műsort csinálok 30 éve, ott egyszer besétál egy héten, és arra az 50 percre sétál be. Igen. Semmivel se többre, amikor dolgoz. Tudod ki a profi ezekben a váltásokban? Legalábbis szerintem. Akiről én példát vehettem volna. A Geszti. Tehát ő, amikor tényleg valamit nagyon-nagyon-nagyon profin csinál, és jól is keres vele, gondolom, és nagyon megy, ő akkor ezt tud váltani. Igen, de ő projektekben dolgozik, szerintem az és mindig más. Több lábon áll. Tehát ő igen. egyszerre volt popstár és reklámcégvívő. Egyszerre volt műsorvezető, igen. és nem tudom, bármilyen más előadó. A zenei műfajokat is állandóan keresztezte. Tehát ő mindig arra fókuszált, hogy ő több mindent csinálja. De sose vártam meg. De most bocsánat, mi is úgy beszélünk, mint ami nem tudnánk váltani. Mert mi is tudtunk váltani. A Gabi is tudott váltani, te is tudtál váltani. A Réka is, te is, Sanyi. Tehát, hogy mindannyian tudtunk váltani. Nyilván ezek nem, tehát ahogy az emberek elképzelik, ez nem az, hogy feltett lábbal ülünk és válogatunk a munkák között, és úszkálunk a forgatókönyvekbe, és nem tudom én, hanem nyilván ez kőkemény meló, hogy az ember saját magában is újra fogalmazza magát, újra programozza az egész létét. Igen, de itt meg, hogy akkor tedd ezt meg, amikor te úgy érzed. Tehát általában a körülmények befolyásolják ezeket a döntéseket. Már nem te hozottad a befolyásokat. Igen, tehát én például azt hiszem, hogy nagyon kevésszer voltam olyan bátor, és léptem én magam, viszont a sors mindig kegyes volt hozzám, mert mindig kiemelt abból a helyzetből, amiben már én nem annyira éreztem jól magam. A nosztalgia nem érv? Nem. Mert a nosztalgia nem egy racionális dolog. Tehát az ember is nosztalgiázhat, hogy visszamenne. Te például nem gondolsz arra, hogy ilyen boratfürdő ruhában még férfiakhoz... De boratosban igen. Az jó lenne. De, és a nosztalgia, hogy a másik vége a közönség. Bánna valahogy. Tehát, hogy a közönség elvárja, ő szeretne nosztalgiázni veled. Tehát a közönség ez nem ér. Inkább elvár. Én például egyáltalán nem vagyok nosztalgiázó. Egyáltalán nem, sőt, utálok visszafele nézni. Jó, én is. Gabi. Ugye? Miért?
Mert a régi képeket nem szeretik nézni. Jaj, milyen volt a hajam akkor, meg úristen, meg meg. Hát azért én már szeretem nézni. Eljön az a idő. Na, rögtön a reklám után egy gyerekes téma, ez mindannyian ugye szülők vagyunk, és egy nagyon érdekes cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a gyereket mikor kezdjük el valamilyen eszközzel figyelni. És hogy ez a megfigyelés, ez vajon nem lépi át a magánszférájához való jogot. Ugye kezdődik az egész a babyőrrel, a légzésfigyelővel, stb., hogy ki miket használt, vagy fog használni, és hogy gondolunk-e arra, hogy van a gyereknek is magánszférájához való joga. Ugye? Látom, elszomorodtál, ez egy jó téma lesz. Anita, jövünk vissza, jó? Jó! Már is itt vagyunk Jakubcsek Gabival, Farkasági Rékával, Ádám Anitával és Bárdosi Sanyival. Na, nagyon kíváncsi vagyok, mert én is érintett vagyok ezzel a témával kapcsolatban, ugye mindannyian szülők vagyunk, és hát itt most megjelent egy cikk azzal kapcsolatban, hogy ezek a különböző gyermekfigyelő eszközök, ezek valójában nem hasznosak, illetve nem csak nem hasznosak, hanem a gyerek magánszférájába is beavatkoznak. Itt van mindenféle légzésfigyelő, babamonitor, GPS-es karóra, okostelefon, kémprogramok majd később. Szerintem ezeket vegyük szépen alapul. A szerkesztőségünkkel beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy szerint a 3D-s ultrahang is már egyfajta kémkedés a gyerek magánszférájába. Én mondtam, hogy szerintem az egy egészségügyi vizsgálat, az olyan, mint a tükrözés a bélben. Hát attól függ, hányszor csináltatja az ember. Most már ugye bármikor bemehetsz és csináltathatsz egy ultrahangot. Én is? Tehát, hogy... Hát persze, legfeljebb nem találnak semmit. Kávarom, valahogy most már újra kell programoznod magad, hogy az előző témához. De várjál, Bocsi azt mondta, hogy az ultrahang az olyan, mint a tükrözés a bélben. Az nem olyan. Voltál már bél tükrözésen? Többször. Többször. Hát, olyan, mint a baba, úgy aludtam. Bódít, azt mondták, bódítanak. Milyen jót lehet aludni. És én 15 percet úgy aludtam, mint egy csecsemő. Sanyi, téged átb***tak. Téged nem altattak. Ez nem az volt? Sanyi, vannak, akiket altatnak, vannak, akiket nem. Biztos, hogy orvos volt, csak kérdezem. Sokat beszélgettek veled előtte, vagy nem, vagy utána volt. Akkor engem tényleg átvertek, nem mindegy. Na Réka, mondjad, hogy mi van a 3D-vel? Szóval, ember várandós, és a kisbabáját megfigyeli folyamatosan. Szóval, hogy az sem jó, tényleg veszélyes is, ráadásul az endokrin... Az ultrahang? Igen, hogyha túl sokat használják, az egyáltalán nem tesz jót a babának, csak erről viszonylag keveset beszélnek. Hát én erről még nem hallottam, illetve hallottam, és aztán azt olvastam, hogy az... kifejezetten nem szerette, tehát ő csak a kötelező vizsgálatokat igyekezett megcsinálni, mert hogy nem tudom én hány százalékban okozhat, most ezek nem tudományosan megalapozott állítások, amiket hát én mondok. Vigyázz, megkapod majd a leveleket. Nem, vagy szerettem. Szóval, hogy akár halláskárosodást is hozvezethet, szóval, hát hogy hallod. Az nem annyira... Tessék? Hát az ultrahangot nem hallod, ez a jó benne. Egyébként megvan az ellenoldala, az infrahang, az viszont tényleg veszélyes. Csak úgy mondom, de hát ugye ez ultrahang. Hát igen, szóval. Sanyi. Köszönjük, Sanyi. Te majd teljesen hátat fogsz fordítani a közönségnek? De akkor most nézzük az első komoly ilyet. Gondolom... Vett egy új kabát, Peting, csak hallgam magam, hogy kinőtt egy új jelenség itt a bocskor kanapén. Köszönöm szépen, annyira megtisztelő. Szóval a légzésfigyelő. Használtatok-e légzésfigyelőt? Nekem volt. Állandóan besipolt. Én csak most a Hicsinél volt először, és kirángattam a falból, mert én frászt kaptam. Tehát én sokkal jobban paráztam, mint amikor nem volt. Tehát inkább vállalod a kockázatot 1000 téves riasztás után, hogy reggel meglepetés ér vagy sem, és nem. Most tudom, hogy ez morbid, de nem, tehát... Mi van, Anita? Csak úgy tudod ezeket a témákat felhozni. Igen. Annyira. Igen. Csodálkozást. Csodálom, hogy olyan tehetséges vagy. Szóval az a... Köszönöm. Nem, valami frappánsat akartam mondani, de... Tényleg valami frappánsat akartam, de meghatottál. Tényleg. Jó, de ez már az öregségi szenzitívség. Most az lesz, hogy
felelőtlen anyák leszünk, én érzem. A múltkor loptunk, most felelőtlen anyák leszünk, de tényleg, ha én érzem, én bevállalom. De hát eddig is vettük nem, valahogy a levegőt, nem? Tehát, hogy valahogy ösztönösen bízunk már abba a gyerekbe annyira, hogy... De ez a készülék, ez csak arra készült, hogyha éppenséggel mégsem. Igen, de most megint egy teljesen tudományosan megalapozatlan vélemény következik tőlem, hogy én úgy tudom, hogy ezért ez a csecsemőkori... csecsemő halálnak nevezett jelenség, ez azért leginkább olyan helyzetekben fordulhat elő, ahol az anyuka mondjuk nem nagyon sokat dohányzik, vagy nem tudom, tehát van egy csomó olyan hajlamosító tényező, amit most nem fogok felsorolni, de én úgy éreztem, hogy nem esek bele ebbe a kategóriába, tehát én bíztam a gyerekembe, meg az ösztöneibe. Olyan, hogy basszus, akkor is, inkább fel kellett. Nem, bocsánat, olyan dolog, hogy az első gyereknél megveszel mindent. Aztán fél időben rájössz, hogy tulajdonképpen teljesen fölösleges volt mindent megvenned. De ez honnan tudja, egy gyereke van. Mert én egy nagyon praktikus anya vagyok, egy ösztönös anya. Tehát, hogy tulajdonképpen a gyereket a... első 3 hónapba tettem rá a pelenkázó asztalra, utána, ahol értem. Hát de valljuk be, miért nem így van? Hát, tehát, hogy így, megveszed a fejőgépet, rájössz, hogy egyrészt borzasztó kiábrándító, tehát olyan... Ezek a kutyút... A fejőgépet? Mire gondolsz? Már melyik gépet használtál, amikor így kérdezem, mondj egy gépet, amit használtál. Egy gyerekkel kapcsolatban? Igen. Ja, hát figyelj, a légzés figyelőt én imádtam. Volt 2-3. Te is úgy befeküdtél a kis ágyba, hogy most... Tehát leellenőrizted egyébként? Igen, saját magát. Mi befeküdtem a nagy matracomra, leraktam, és így beszorítottam a levegőt. Igen, hogy ilyen lesz-e rendesen? Nem. Meddig bírom. Nem, de én mindent amit úgy gondoltam, hogy a baba biztonságát fenntartja, vagy... Igen, vagy jelzi, azt én beszereztem, persze. Jó, de te nem vagy nő. A nők pedig nagyon ösztönösek, és hogyha jó esetben, ráadásul hallgatnak is az ösztöneikre. Hát én ezért ellenzem ezeket a kütyüket, és ezért nem szedtem ezt az állandó egymás paráztatását, mert pontosan azt írtjuk ki egymásból, mi nők, hogy az ösztöneinkre hallgassunk. Az ösztöneink pedig az egyetlen, ami nem tudom, átsegít ezeken a nehézségeken, és hogy amivel túl lehet élni mindenféle szituációt. Ez mit jelent a légzésfigyelővel kapcsolatban, hogy ösztönöm van? Az, hogy fölébredsz akkor, hogyha a gyerekednek valami baja van. Most mit csinál a gyereked? Most? Alszik. Azt, hogy ösztönöd mondja, vagy mert most ránéztél az órában? De ezek működnek, most bárhogy mondod. A te gyereked mit csinál? Hát az enyém most perciel itt ül, de én például már tegnap és ma reggel is éreztem, hogy valami baj lesz, és fognak hívni az iskolából, és megtörtént, mielőtt idejöttem. Tehát, hogy volt bennem egy ilyen, ezt nem tudom elmondani. Ez ugyanolyan, akkor mint... Akkor nézésfigyelő kuka. Ösztön. Nem mondom, nem, én nem ezt azt mondom, hogy kuka, nem lehet így van, nem, de nyilván az első pár időszakban megnyugtatja az embert, utána, hogy ő neki is beáll az élete, rájön a nő arra, hogy tényleg, mert azért az anyaságot nem tanítják egy tanfolyamon, tehát senki nem ül le, hogy ez de tanítják, mivel csak jár. Nem ér ez semmit. Olyan, mint a férj figyelő, az elején még igen. Használod, a második már. Miért nem arra használjuk? Na, nézzük a következőt, a bébi őr. Én imádtam a bébi őr. Az mit csinál? Kékfehér, ilyen walkie-talkie. Ilyen kékfehér, a gyerek fönn a szobában, én lenn a nappaliban, így, hogy 23 fok van, vagy 25. És hallod, nyöszörög már, hallod. Sőt, neki beküldeni zenét. Igen. Van olyan is. Tudod, milyen jó jött, amikor mi bulisztunk már. Hát nagyok persze, voltak a gyerekek is, hogy két kis csak. Ez kinek a nappaliában volt? Hát ez nem nappaliban volt, hanem. A ti nyaralótokban mi történt? Hát semmi. Mi nagyon gyerekek... jó barátnők vagyunk a Rékával, a neki a középső lánya, meg az én egyszemlányom, ők is nagyon a legjobb barátnők, és hát sokszor voltak nálunk. A bébi őr hogy jön ide? Hát úgy, hogy a gyerekek elaltattuk a gyerekeket, mint rendes anyák, így van. És aztán beállítottuk a bébibe, majd lehetnék, hogy és akkor... volt, hogy amikor tudtuk nyöszörgött, akkor kihúztuk, hogy ki lehet rájuk, mert akkor mi szarjuk. De ez való? Is tegyük hozzá, mint a rendes anyukát. Persze, ez volt, teljesen. Aztán is tudtam, hogy ez erre akkor való. Még fiatalok voltunk. De te nem tudtad, hogy a baby earth mire való? Nem, jó, mondjuk nem az Ildivel élsz, azért ő kemény, tehát ő beállít téged oda, hogy figyeld és a gyerekeket. És elmondanám, amikor mondtad, hogy milyen ösztönök, meg minden, és úristen, mondom, ez nálunk ugyanilyen, sőt, hát még persze, keményen, ő, mert hát, tudom, ha nem, már nem akarok hazamenni időben, már akkor hív. Tehát még nem történt meg, csak nekem, érted? Komolyan?
Ez nagyon jó. Nekünk volt a, baráti társaságban egy házaspár, és volt, hogy a fiú az velünk volt, és egyszer csak csöngött a telefon, és csak ezt hallottuk a telefonba. Feláll, fizet, hazajön. Ez a jövő. Mit az én feleségem, olyan? Ennyi. Ez a férfi figyelő. Ez a férfi figyelő. Úgy látszik, nem tudta lerakni a bébiőrt. Nem. A sörnyitó is olyan, ami magától számlál, azt tudjátok? Tehát otthoni sörnyitó, és akkor látod, hogy a férjed mennyhány sört ivott. De jó. Ez hihetetlen. Na jó. Ezt így is lehet látni, ott marad az üveg, nem? Hihetetlenek vagytok, komolyan mondom, de szörnyű, nem? Az összes hölgy. Hát miért? De ne haragudj. Ezek az ösztönök, amiről beszélünk. Ösztön, és nem most jön a nyomkövetős óra ösztön. Nyomkövetős óra. Na ilyet például én vettem. Hogy Isten, én ezt a feleségemtől kaptam. Sanyi! Semmi baj a térdednek, és most fog beletenni egy olyan GPS-t, ami most teszik be a következőt, amivel figyelni. Már nyomkövetős számláló is lesz benne. Igen. Na, az most már az is lesz, hogy mennyit mentem. Nyomkövetős óra. Vettem egyet, nem annyira jól működött, most már vett egy másik márkájú órát, aminek szintén van ilyen funkciója, de azért azt ne felejtsük el, hogy ebben a korban 12-13 évesek már ugye azért mászkálnak, esetleg busszal, egyedül a városban kisebb távokat. Lehet ülsz otthon, és azt mondja, átment a biológia terembe, hát 10 óra, 5 perc kor, csak a három is értesülünk. Nektek ez nem, nekem ez fontos volt, hogy legyen. Igen. Nekünk volt, de igazából nem annyira használ. Luca meg nem nagyon jár egyedül, és nem azért, mert én nem engedem, hanem ő szerinte unalmas. Tehát, hogy inkább kelljek föl én, és ma addig is végigdumáljuk az iskolába az utat. Egy kicsit volt, hogy így örültem, hogy most akkor nem kell felöltözni, meg nem tudom én, de persze, hát megyek vele. De bocs, azt a reggelt hogy képzelted? Te alszol tovább, és Luca mindent nem, magának... Nem, integetek neki az erkélyről. Na de azért reggeli van, vagy valami? Vagy... Persze. Ja, jó, hát mit gondolsz? Ja, nem. Átgázolok a boros üvegeket. Nem. Hát egészen az ablakig, tudod ez a... De most nevetünk, de például nekem anyu, amikor felsős voltam, soha nem kelt föl hozzám már. Sőt, tehát mi... én mentem le a pékségbe reggelijét. Persze, tehát hogy ez csak most már ilyen mindenki szuper anya feelingben vannak, tehát ez semmi. Tehát, hogy én magam csináltam minden, meg a tesó. Az uzsidat? Nem is már, utána már nem akartam uzsonnázni, mert sokkal menőbb de volt az iskolai büfé. De nagyon aranyos anyukám, nem azért, mert elhanyagolt, hanem mert ilyen kis becsületes kistány, fél hétkor fölkeltem, lementem a boltba, hoztam kiflit tejet, és akkor... Mi fiúk vagyunk, más. Tehát, hogy más. De neked anyukát föl de az én gyerekem sem megy legalább. Nem kell fel, de én rájöttem, hogy én 34 éve 5 óra 50-kor ott állok a konyhában, persze, és uzsonnát csinálok. Én is uzsonnát csinálok. Na jó, de annak idején neked megcsinálták, nekem is megcsinálta anyám, mert tudta, hogy ha nem csinálja meg, akkor én elmegyek anélkül, mit érdekel. Tehát, hogy és azért, mert mi férfiak vagyunk, más, teljesen más. Egy nő megcsinálja ezeket a dolgokat magának, sokkal precízebb. Persze. Visszatérve a témához, én rettenetesen féltem a gyerekeimet, és éppen ezért viszonylag nehezen engedtem, hogy először járkáljanak egyedül. Nyilván a fiamnál picit korábban kellett elkezdeni, mégiscsak egy férfi ember, de a Rebus, aki egyidős Lucával, én nem szeretem, ha egyedül járkál ebben a világban, viszont nem szeretném nyomkövetővel, tehát hogy valahogy... Nem tudom. Ez a hogy miért? Miért? Én miért azért, mert meg kell, tehát valahogy le kell, hogy szakadjon rólunk. Tehát kell ennél egy picit komolyabb téma, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon nehezen tudnak a gyerekek leválni rólunk, és hogyha nem fognak tudni leválni időben, akkor életképtelen generációt fogunk nevelni. És hogy... hogy hol van a határ a féltés, és az egészséges szülő-gyerek kapcsolat között, nem tudom én sem, hát mi igen, a helyes. Csak kell, bizalmat kell nekik szavazni. A bizalom az rendben szavazni. Van, de hát ugye a külvilág viszont tele van veszélyekkel. Tehát, de figyelj, erre föl lehet őket készíteni. Tehát én tudom azt, most furcsa, mert ugye itt ül és így beszélek róla, de ő neki ez egy nagy dolog volt, hogy én bizalmat szavaztam, és azt mondtam, hogy persze, elmehetsz egyedül a suliba, annyit kérek, hogy kilépsz a kapun, és dumáljunk végig telefonon. Tehát, hogy ez meglegyen. Mm-hmm. És ez neki egy jó érzés volt, végig hogy... Végig beszéltem? Igen.
Az nem rossz egyébként. Beszéltük, és akkor beért a súlyba, és akkor annyira, na hallod, anya, már itt vagy, letette, puszt, és akkor kész. Egyébként ezek a nyomkövető órák, ezek olyan funkcióval is fel vannak szerelve, hogy te például bármikor belehallgathatsz abba, ahol éppen a gyerek van, tehát a mikrofonját be tud kapcsolni. Olyan volt nekünk is, de sose csináltam. Az már durva? Na jó, de 11-12 éves gyerekekről beszélünk. Nem, én azt akarom megkérdezni, hogy például, hogyha hallasz valamit, belehallgatsz éppen is, mondjuk azt hallod, hogy az osztálytársával, mondjuk 11 éves, az osztálytársnője, mondjuk a Corinna azt mondja neki, hogy figyú, gyere, menjünk el Túró Rudit lopni. Akkor te beavatkozol-e, vagy hagyod, hogy ez hozzátartozik a gyerek fejlődéséhez? Van olyan gomba, mire már rá tudsz szólni? Ezt tudsz válaszolni? Van olyan is. Ami az osztálytárs nője, és van. Túró Rudit a konyakot is hoz. Van. Mert annak van értelme. 2-8-as tejet vegyél. Na jó. Annak van értelme. Gyerekek, nem. Masszívan ülökoton is végig nézem, hogy rossz. Nem jó a válasz, mert a válaszhoz azonnal tudja, hogy hallgat. Na de ez az. Látod, hogy... a Sanyinak nem azt tűnt fel, hogy konyakot. Nem jó a válasz, mert tudod, hogy igen. Mert itt most gondolod, hogy beleszólna az Ildi. Persze, nem oda fúcsos konyakot hozott a gyerekkel. Igen. Én most itt a Drinking Ladies-ről lecsatlakozom egy picit. Milyen drink? És hadd kérdezzem meg a komolyabb szülőket, hogy... Köszönöm. Látod, te is áldozata lettél. Most honnan tudod, hogy ők azért, mert ők most komolyan beszélnek erről a témáról? Nem, hanem tényleg érdekel az, hogy például egy ilyen esetben beavatkoznátok-e, azaz a gyereket hagyod-e lebukni a közértben, amikor lop, hagyod-e esetleg elszégyelni magát majd idővel később, vagy te beavatkozol, hogy ez ne következzen be? Hát most ilyen intellektuális szülővé avanzsáltam általad, akkor... Igen, te kérdezted ki ebben a körben az értelmiségig, és sokan a Jakub csekre tippeltek, és aztán... Jó, de megkapod magam elé, látod, milyen hatással vagyok az emberekre. Én meg már most a Kabát Peti lettem, hát tehát én nem lehetek. Hát neked már nem rossz semmit. Na, Rékám. Szóval, hogy azt várjátok tőlem, hogy azt mondjam, hogy hát nem avatkoznék bele, mert hogy meg kell, hogy tanulja a saját, de hogy nem avatkoznék bele, tudom, mikor hagynám. Bár nem lennék olyan hülye, hogy lehallgassam, szóval ez borzalmas. Én hagynám. Ha hallom, akkor azonnal cselekednék. Én nem, biztos. Én biztos, hogy hagynám, és nagyon kíváncsi lennék, hogyha haza ön elmondja. Aha. Mert ez például egy jó mérce a bizalomra. Így van, ezért utána például ezt az elnaplózást, amikor jön a jegy. Már napközben jön a jegy, tehát már hamarabb tudod, hogy jön a... De én nem is kell kiállni, hogy felelősséget vállaljon. Igen, ez nem jó. Először is már reggel rossz kedvem van, tehát már az egész napomat sokkolja, nem elég este megtudni, hogyha valamelyik hazahoz valamit. De amikor becsengetek, azért csak megkérdezem, Túró Rudit van? Van, anya, és itt a konyakod is. 2-8-as tej nem volt. Mennyi élete? De egyébként ezek a titkosszolgálati módszerek, ezek ilyen, nagyon tudom, nekem is egy... Hát igen, de figyelj, kíváncsi lennék. Egyébként tudod, mi érdekel, hogy a lányomnak például elkezdenek udvarolni, mi messze vagyunk még, hál' Istennek ettől, de hogy akkor mi van? Sanyi, tőlem fogod kérni az internet célt, hogy honnan tud berendelni ezeket. De akkor belehallgatsz, akkor nagyobb bunkó vagy. De nyomozod, hogy valaki udvarol-e neki? Nem nyomozom. De bocsi, hát ez jó. Tehát, hogy ez kell nekem, hogy otthon rágom a kefét? Hogy a nem tudom én hülye gyerekkel mászkál a parkba. De miért gondolod, tudod, hogy hülye gyerek, igen, akit ő vál? Tehát ez mert nem apának mindenki hülye gyerek. Nem, de eleve itt van egy baj. Miért gondolod, hogy a te gyerekednek nincs annyi értékítélete, meg annyi realitás, hogy normális embereket választ maga köré? Miért gondolod azt, hogy ő egy hülye gyerekkel fog randizni? Azért, mert edzőtermet üzemeltetek, és csak hülyéket látok. Tehát, hogy igazából ő gondolhatja azt, meg hát ugye itt vagyok én is. Gondolhatja, hogy ez a normális. Nem, hát ezt mondani, hogy... Lehet, hogy most újra programod azért magad, mert ez már nem fog menni jövő héttől ez a terem. Na lépjünk előre a korban, tini kor. Elkerülhetetlen, hogy legyen okos telefonja. És az okostelefonnál ugye más módszered, lehetőséged nincs, mint hogy egy kémprogramot feltelepítesz, amivel
Hát azért ott tudod nézni a hívás listáját, a csetjeit, a nem tudom micsodát. A kérdés az, hát figyelj, van mitől óvni. Tehát ugye zaklatók, zaklathatják a neten, drogtól, rossz társaságtól, bármi. Kérdés az, A, használnád-e, B, ha használnád, akkor beavatnád-e a gyereket? Megbeszéled vele, hogy én fel fogok tenni most egy ilyen programot, hogy tudjam, hogy biztonságban vagy? Vagy itt is anyai ösztön, bizalom, semmi? Hát, nyilván a bizalom itt is elengedhetetlen. Nálunk úgy működik a Rebusnál, hogy ami a telefonján, tehát amit telepít a telefonjára, az én telefonon is megjelenik. Hát ezt kémprogramnak hívják. De én nem, tehát nem látok bele az üzeneteibe, viszont... Nem, a abba kell nézni. De a saját döntése alapján ugyanaz a kódja, mint az én telefonomnak, tehát bármikor belenézhetnék, de én nem néztem még bele az engedélye nélkül. Okay. És a fiamnál ugyanígy van, pedig néha majd meg ezt a fene. Annyira kíváncsi vagyok, hogy mi folyik, de hát... Nem, Sanyi, egyszer nem tudom megtenni. Bele tud képzelni magad, hogy tini lányod lesz okostelefonja? A fiam egy baromi okos kisfiú, és ő fog tudni dönteni, de a lányom az olyan, mint én. Tehát, hogy, és én a lányomat fogom jobban félteni, de nem a fiúktól egyébként, mert pontosan tudom, mire én nekem bemutatja, addigra az már ki van csontozva. Tehát, hogy ezt tudom előre. Úgyhogy, meg ez, amit mondtál, hogy a barmok, ezeket kicsontozza Pikpak. Már most, pedig még csak 2 éves. Akkor most pár éve már nem beszéltek? Vagy? Na de, hogy most én belenézek-e, vagy nem nézek, kémprogram, nem tudom, ilyesmit még nem... Csak megnézném azért, tehát hogy nekem, mint szülőnek, ez veszélyes. Tényleg, valami barom elkezd írogatni neki, nem tudom. Nekem abszolút veszélyes, és az én lányom ugye 13 éves lesz nem sokára, és már fönn van itt-ott. Hát meg mit posztolgat? Mit posztolgat, stb. Engem baromira érdekel. Nem kértem hozzáférést a telefonjához, hát ugye mi külön élünk az anyjával, tehát feltételezem, hogy ő ezt valamilyen módon kontroll alatt tartja, de iszonyatosan izgat, és tehát nem hagy nyugodni a dolog. De ha ott hagyja előtted, akkor... Nem nyúlok hozzá. Nálunk én például belenézek. Tehát nekem minden egyes dolog, amit ő letölt, megjelenik, én engedélyezem, hogy ezt letöltheti ezt az applikációt, és nekünk volt egy megállapodásunk, amit őt egyáltalán nem zavarja, sőt, meg is mutatja, ha valami olyan van, és ez is egy bizalmi kérdés, szerintem, hogy akkor kaphat okostelefont, hogyha én azt ellenőrizhetem. Úgyhogy én általában 2 hetente megnézem az üzeneteit, megnézem a... tudja, hogy meg fogod nézni, az más tudom, a kódot, de hogy nem figyelj, őszinte leszek, egy idő után, tehát 46 000 csoport, a hamburger zabálókat, legyünk rosszak, már nem is érdekel, azt se tudom, miről beszélnek. Tényleg egy teljesen más világ, de megnézem ez. Ugye a Luca jelen van az Instagramon, őt nem engedtem, hogy nyilvános legyen az oldala, neki egy teljesen privát oldala van, mindig megmutatja, hogy kik azok, akik bejelölték, és nyilván ugye az én követőim nagyon sokszor őt bejelölik, és ezt mi megbeszéltük, hogy nagyon sok ismeretlen ember szeretné őt is, tehát csak olyat engedélyezhet, akit ő ismer személyesen vagy osztálytárs, de ezt mindig megbeszéljük. Tehát ebben semmi rossz nincs, szerintem. Ez nálunk pont ugyanígy van, igen. És azért, bárhogy nézzük, az ő korosztályuk már egy teljesen másfajta felvilágosodással van, mint mi voltunk. Tehát ők azért egymás között nagyon komolyan adnak információt erről az egész virtuális világról. És szerintem nem kell félteni ettől a gyereket, ugyanúgy meg kell tanítani, mint ahogy hogy kezelje, mint hogy megtanítod azt, hogy kell egy úttesten átmenni. Meg kell tanítani az alapszabályokat. Mint ott eszembe erről, hogy fölteszel a telefonjára egy kémprogramot. Ezek a gyerekek már úgy kezelik, 5 éves a fiam, úgy kezeli a telefonomat, hogy csak lesek. Most figyelj, szerinted mennyi időt jó rá arra, hogy kémprogram van? Az összes pucérnős képet ráfogod? Hát nézd már, meg leszette a Sanyika. Na megint mit néz a gyerek? Szerintetek hány éves kortól, most itt beszéltünk csecsemőkortól, egészen tinézser vagy felnőtt korig, hány éves kortól van valakinek joga, teljes joga a magánszférájához? 18. Tehát így, ahogy a törvénynek határ, 18. Gondolom, igen. Aha. Nekem anyám ezt mondta, és ja, én erre hallgat, és szerintem várjál, ez egy jó. Ez alatt? Tehát, hát mindarról, amiről most az beszéltünk az előbb. Az is magánszféra, hogy a gyereked nem szeretné, ha lány is a fürdőszobába. Azért én például már nem nyitok rá 16 éves gyerekemre. Igen, de biztos van olyan szülő, aki ezt nem veszi figyelembe. Szóval szerintetek mikortól van joga
egy, Anita azt mondta 18, ja, nem, én most bocsánat, hát én nem értettem a magánszfére, most ezt hogy értetted, hogy amikor bármi már nem ér, tehát akár például, amit az előbb végigbeszéltünk, hogy kémkedsz utána, vagy nevezik kémkedésnek, csak megfigyeled, akár megbeszélve vele, hát azért ezek olyan dolgok, amit a felnőtt társadalom nem engedhet meg, magának már törvények sem, hogy érzésetek szerint, mikortól kell tiszteletben tartani egy ember magánéletét? Én szerintem ez a serdülőkorra jön az intimitást, és onnantól kezdve már a telefonjához is nagyon nehéz lesz hozzáférni. Tehát itt nem az a probléma, hogy van és te használod-e, hanem a végül vissza fogunk jutni a konszenzushoz, tehát hogyha ő nem akarja, akkor te nem telepítheted fel ezt a programot. De annyit változott a világ, hát 16 évesen még fáramáztunk a haverokkal, meg biciklivel versenyeztünk. A lányok után. De most nem. Hát mondjuk, hogy belássunk az ablakon, de nem, de a mai gyerekek már sokkal fejlettebbek, mint annak idején például. Igen, sokkal több veszélynek is hát vannak kitéve. Hát én azt nem tudom, hogy fejlettebbek, más, bizonyos szempontból meg sokkal fejletlenebbek. Az tény, hogy a kommunikációs csatornájuk az nem szemtől szembe, hanem minden virtuális, és szerintem ebben van veszély, én inkább ebben látok veszélyt, nem tudnak egymás gesztusaiban, mimikájában olvasni, nem tudnak eligazodni egy rendes beszélgetésben, nem tudják az érzelmeiket kifejezni. Én amikor tanítottam erről, talán beszélgettünk sokat, hetekig, hónapokig azon igyekeztem, hogy a gyerekek tudjanak egymás szemébe nézni. Tehát szerintem ez komolyabb veszély, igen, ez is komoly veszély. Hogy mit lát otthon? És azért az nagyon fontos, hogy te milyen mintát adsz otthon. Tehát, hogy például nálunk ugye nagyon ment ez a TikTok, ami, igen, tudom, és aztán ő egyszer csak jött, és azt mondta, hogy anya, én ezt letörlöm, mert berántott, és nem akarom. Berántott, tehát, hogy kvázi tehát, hogy nagyon sokat foglalkozott vele, és azt mondta, hogy nem érdekel, és letörölte. Képzeljétek el, az én kislányom egyszer, amikor rátalált erre, ez volt 2 évvel ezelőtt, egy vendégségben voltunk, és ott valaki, valamelyik gyerek megmutatta neki, és ez szépen végigment a lakáson, bemutatta, hogy ki mit csinál, és már rég fönn volt, amikor mondták a barátok, te telefonáltak, te figyelj! Vedd el a telefont. Nagyon kínos van. Igen. Hát ő nem tudta, mert persze, nem persze, tudta, hogy ebbe a pillanatban megmutatott mindenkit, hogy mit csinál a társaságban, és hol van pontosan a hely, és egyáltalán. Uh-huh. Na, szerintem a következő témát imádni fogjátok, mert az autóvezetésről lesz szó. És, azt hittem egy jó foci. Nem, hát nincs itt a Peti, hát akkor nem érdemes. Szóval, ilyen statisztikák ugye minden évvégén megjelennek, itt van egy 2019-es baleseti statisztika, több 10 000 kárigényre alapozva, és ebben nagyon sok adat van. 2 érdekes volt, hogy a baleseteket elsősorban nem a megvadult fiatalok okozzák, hanem 40 feletti, ráadásul férfiak. Hát, köszönöm. 2, nem a piros autók, tudjátok, hogy régen a piros autókra sokkal nagyobb kötelező, vagy nem tudom milyen biztosítás volt, mert hogy aki piros autóban ül, az megvadul, vagy nem tudom milyen logika alapján, hanem a szürke autók okozzák a legtöbb balesetet, és az összbalesetek 62%-át férfiak okozzák. Sanyi, látom, rázod a fejem. Azért rázom a fejem, mert régen piros autóból volt több, tehát nyilván piros autó tört össze több. Most szürke autóból van több, tehát az. Ez hidd el nekem, pár éven belül most mindenki fehér autót vesz. Pár éven belül majd fehér autók lesznek. Persze, jó, egyébként a második a fehér, a harmadik a fekete ebben, igen, a szín statisztikában. Akkor ne is a színről beszéljünk. De mi, hogy megy előtted egy piros autó, és megvadulsz, mint egy bika? Nem, a vörös nem, hát a piros autó hát az olyan, hogy vesz egy piros Swiftet, és azt hiszi Ferrari, mert olyan piros, érted? Tehát szerintem inkább ez lehet. Egy újabb csoportot sikerült a barátodat. Nem a láthatósággal volt összefüggésben? Nem, de egyébként lehet, hogy Sanyinak van igaz, hogy akkor több volt forgalomban, és akkor így... 40-es férfiak. Akkor is több van forgalomban. Nem, a 40-es férfiak dolga van. Az siet, ennyire egyszerű. Menni kell, mert a tehénnek enni kell, érted? Dolgunk van. Hova megy egy 40-es férfi? Hát haza a családhoz. Én legalábbis. Tércalagműtét, haza, tércalagműtét. Bocskor, rádió, GPS óra, úgyis mindent figyel, rengeteg dolga van. Nem, hát tényleg, meg tudod mit? Én például magam úton hajlamos vagyok, ha tudom, hogy ha az út mit 30 perc, akkor arra én egy perccel nem szánok többet. Tehát, hogy ezért van az, hogy akkor, hát ez több lesz, de nem lesz több. De nem. Vissza kettő, padló, ez nem jó. Lesz az több. És akkor... Na most őszintén nem ez a férfias virtus az. Tehát én például a nőt ritkán láttam, hogy még visszavágom kettesbe, ezt még, de még beférek. Tehát, hogy ez a, ilyenek nem vagytok, nem?
Nem. Ez már nem sportosan vezet nagyon. Luca? Nem nagyon. Jó. Tehát van. Na, de hogy miért? Akkor szerintetek miért? Tesztoszteron, vagy mi azért, mert otthon el vagytok nyomva. Jaj, de jó, hogy ezt a Jakub Csek Gabi mondja ki. Mert otthon el vagytok nyomva, és végre ott az autó, hogy kicsit oda Gabi, egyébként az előbb azt hittem, hogy megvédesz bennünket, de látom, hogy totál ironikus vagy. Nem, de tényleg úgy érezted az? Nem. De mert az van, hogy legalább van valami, amit mi irányítunk, és akkor az igen, olyan jó. Igen. Mert otthon tud, meg... Hát, de az se jó, mert mindennek neki mentek. Hát most van ott a statisztika. Nem tudom, én ki vagyok. A férjem egy időben nagyon sokat káromkodott a vezetés közben, és én mondtam neki, hogy de nem értheted, én ülök melletted, én hallom, engem cseszel fel, igen, nem azt, aki... Senki. Igen, és akkor egy rászokott arra, hogy nem káromkodik, hanem tapsol. Medicel. De annyira irritálóan csinálja. Bravo! Hát igen. De nem azt mondja, hogy te csak hanem bravo, tesz. Igen, és ettől még idegesebb vagyok. Jövő vissza ezzel a témával megbeszéljük, hogy ki milyen sofőrnek tartja magát, mi egymás milyen sofőrnek tartjuk. Folytatjuk a témát a reklám után. És folytatjuk egyből az autós témával. Az előbb megtudhattuk, hogy Réka férje kapszikolni szokott az autóban, amikor nagyon dühös. Most nézzük azt, hogy nekünk milyen szokásaink vannak, illetve itt ki mit gondol a másikról, hogy milyen sofőr lehet. Ezt a dinamikus szót ezt hagyjuk, mert az egy picit elcsépelt. Például Anita, te mit gondolsz, hogy én hogy vezetek autót? Biztos jó. Nem, te szerintem jól vezetsz, de te nem vagy egy ilyen kapkodós, tehát te nem, ilyen nyugodt. Igen, nyugodt. Érdekes, sokan azt gondolják róla, hogy a kapkodós vagyok, kettesbe bevárt, stb., de nem. Nem. Te egy ilyen, te biztonsággal vezetsz, tehát te biztos, hogy úgy vezetsz, hogyha beül melléd valaki, és mentek így hosszú útra, akkor nincs benne félelem érzet, szóval egy, igen, te egy kellemes... Igen, az apa kocsit hajt. Igen, egy ilyen kellemes... az már a másik véglet, az apa kocsit hajt. Kellemes sofőr van. Nem hánytatós. Hozzáteszem, sokkal inkább visszavettem, amióta gyerekem van, de ezt egyébként minden férfi elmondja magáról, hogy amióta gyerek, aki sem nincs mellette a gyerek, sokkal visszafogottabban vezet. Na, milyen lehet a Réka? Szerintem a Réka, én mondjam, vagy... Igen, ne az Anitát kérdez meg. Én ennek... tudom, én nem most nem beszélek. Szerintem a Réka az, aki pontosan nem tudja még, hogy az autóban a különböző dolgoknak milyen funkciója van. Tehát, hogy... Kérem magamnak. Én ezt gondolom. De azért, mert olyan hihetetlen ártatlanul nézel, és annyira szereted a világot meg az embereket, hogy picit ilyen ez az elbambulós és mosolygós a tájakon. Tehát, igen, és mindenkiről azt hiszi, hogy jót akar. Igen, mindenkiről azt hiszi, hogy jót akar, pontosan. Annyira megtévesztő a külső. Tehát nála a terroristább nincs, csak mondom. Így van. Jó? Mert mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a nagy pofájú, és senki nem tudja, hogy te milyen vagy. Én csak hogy karakán figyelj, vagyok. Ő a killer, komolyan. Ő valamit, és megy, és addig megy. Vezetni de ez ott tulajdonság? Vezet... Nem, ez nagyon jó tulajdonság. Ő tényleg, ő egy faltörő kos. Egy Mad Max. De az. De ez a hajjal, meg a izével, meg gyerekeknek énekelek, ez nem látszik rajta. De jó, imádom. Igen. Gyerekeknek énekel. Nem csókoltalak meg! Erre szokták azt mondani, minek az embernek ellenség, hát ha van barátja, igen, nem? Hogy kis, mi? Tehát, hogy én százszor lágyabb, érzékeny, ő is nagyon érzékeny, ő egy nagyon kemény csaj. És egyébként hozzáteszem, hogy belvárosi lányok vagyunk, tehát nincs az a parkolóhely, ahova ne tudnánk beállni. Tírkamionnal is, ha kell. De tényleg így van. Ez az, amit látok az én autómon aztán, ahogy te beálltál. Nem. Hidd el, hogy nem. Én megnyugodtan, soha nem mentem neki semminek. De én nem is merem a környékeden hagyni éjszaka. De... Ugyanúgy lakom, mint édesanyád, tehát nyugodtan ott adjatok. Megvédhetem magam? Szeretném? Mit, nem fontos rosszat. Ez? Nem, igen. De nem, miután porba tiport az imidzseme. Nem vagyok terrorista, nem mondd már. Nem vagyok terrorista.
Szóval, de ez egy jó értelmében értem. Jó terület. De hogy szerintem tök jól vezetek. Jól egyébként sok van. Jól vezetek, jól tudok parkolni. Automata autód van? Igen. Igen. És régen volt ilyen izés? Most nem okozom, ez az első ez automata. Az első autód? De a másik autón meg váltós. És tök jól megy az egyikből a másikba. Igen. Jó, mert úgy képzeltem, hogy neked mindegy, hogy kettes vagy négyes, de ezek szerint... Mondom, hogy a külátod, tehát a külső, már mindegy. De, tényleg, olyan milyen felületes vagy? Gabi, szerinted a Sanyi? A Sanyi milyen? Szórakozottan vezet szerintem. Igen. Baromi határozott vagyok. Rángatja a kocsit, biztos felfordul a gyomrom mellett. Rángatni nem rángatom. Nem, mások rángatják körülöttem, tehát hogy... Ja. Szalomozó vagy? Határozott vagy? Hát figyelj, ha menni kell, akkor menni kell. Akkor menni kell. Te az a sofőr vagy, aki körül mindenki f***. Csak te nem? Csak kérdezem. Igen. Ugye? Én jól érzem, oké. Na, ezeknek szoktunk tapsolni, igen. Tudod. Egyébként is sokszor megkapom. De neked tapsolok, akkor a végre. De én az ilyen tapsolásra tudod, mit csinálok. Köszönöm. Tehát, hogy... Még látod, Ildi, megismertek megint. Betartolod neki. Persze betartom a szabályokat, arra egyébként odafigyelek. Ezt úgy hívom, hogy a hülyék adója, tehát a gyorshajtás, meg ezek, ez a hülyék adója. Ebből már elegem volt, és nem is kell, hál' Istennek, lekopogom fizetnem ilyesmit, mert nagyon odafigyelek, de a szabályokon belül azért mindig a maxig kiviszem a dolgokat. Ha menni, ha nem kell, akkor meg csak... cruisingolok. Na ki szeretne a Gabiról beszélni? Én. Szerintem nála. Klasszikus zene szól, vagy legalábbis a jazzy rádió. Nem. Azt képzelem, hogy ilyen, nem tudom, ilyen jó illatú, patyolattiszta autó. Jó illatú, nagyon-nagyon jó illatú az és, autó. És hogy olyan kis finoman vezet szerintem. És néha rád dudálnak, mert nem tudom, én nem olyan. Á, gyerekek. Nagyon nem. És még kiegészíthetem? Ja. Szerintem a parkolás egy picit hosszabb idő, de nem azért, hogy bánc. Amit így... Na most van az a pont. Csak gondolom, hogy amikor kettőből meg lehetne, az akkor négyből, nem? Egyrészt nincs olyan hely, ahova nem állok be. Hát időkérdése, nem vagy? Nincs olyan hely. Másrészt én létezem az autóban, nem utazom. Tehát eszem, iszom, beszélgetek, társas életet élek, minden ügyemet ott intézem. Időnként rájövök, hogy elcsúsztam, akkor belelépek a gázba, mert rájöttem, hogy egy kicsit elbeszélgettem az időt, akkor 20-szal mentem. Tehát, hogy... Hektikusan. Hektikusan vezetek. Attól függően, hogy mennyire dinamikus a beszélgetés, amit folytatok. A gáz az ennek függvénye. Aha. Na most Réka már beszélt a párjáról. A Tapsos Bence. Új neve. Tapsos Bence. Arra volnék kíváncsi, hogy a párotokhoz képest hogy lövitek be magatokat? Mert ugye, tehát például az Ildihez képest te hogy vezetsz? Ő hozzád képest hogy? Az Ildi az végül is mellettem tanult meg vezetni nagyon korán. Tehát, hogy nekem már nem volt korán, de ő még azért fiatalon jött velem össze, és akkor lényegében az én stílusomat vette át. De viszont ő sokkal jobban odafigyel, mint én. Én azért néha előfordul, hogy törik az autó, ilyesmi. De nem azért, mert 43 vagyok, és nem azért, hanem mert aki ugrik, néha bukik. Ilyen van. Tehát, hogy most... De az Ildi még nem tört össze soha egy autót. Tehát, hogyha a párod vezette, elalszol. Önvédelemből 10 percen belül elalszom, hogy ne idegesítsem fel. De erre képes vagy. Mert ugye az anyós ülés az egy külön lét. Az... Odaülök. Nyilván. Odaülök, de ott alszom. Tehát nem akarok tudni a megérkezésig arról, hogy mentünk. Nem akarok. Én kegyetlen utas vagyok, tehát ezt elismerem. Tehát én még a taxisokat is rendre szoktam helyre tenni. Tehát, hogy egyrészt fékezek. Tehát a klasszikus az anyós ülésen. Abszolút, és mindig nézni. Jobban tudom, hogy merre kéne menni, és valaki ezt rosszul viseli. De a pároddal is ezt csinálod? Én nagyon jól tájékozódom. Ő viszont ő nem, tehát hogy... Külföldön sokkal jobban tájékozódik, itt Magyarországon valahogy nem. Tehát hogy itt mindig én mondom, hogy merre menjünk, ettől ő is ideges, és én is. De azért szeretünk együtt utazni. Például hogy van az, mondjuk Anita nálatok, hogyha mondjuk az olaszsal elindulsz mondjuk Zalakarosra, akkor... Van egy neve is ennek az embernek, nem tudom, hogy ez ilyen furcsa. Nyilván fogalmat sincs, Robertónak hívják. Tehát... Roberto. Igen, tehát nem ismerem. Egy olasz. Tehát, hogy... Jó, csak te mindig úgy mondtad, hogy az olasz... Ő se így mondja, hogy mész a magyarnak a műsorába. Én hogy szokott rólam beszélni? Hát sehogy, mert fingerincs ki vagy. Na. Ez kölcsönös.
Tehát az olasz Roberto. Igen. Együtt lebatyogtok az anyám környéki utcákra, hogy most indultok Zalakarosra. Ki ül be automatikusan a volán mögé? Miért pont Zalakaros? Mert oda visz az olasz. Ja, vagy a Roberto. Mindig úgy érzem, hogy ezek az élmények a te belső vágyaid. Igen, meg életemben nem volt. Nagyon szeretnék egyszer eljutni Zalakarosra. Istenem. Azt tudni kell, hogy náluk csak úgy mondom, nincs az, hogy a nő vezet. Tehát, hogy ott nincs kérdés. Ott ő vezet. Igen. De akkor is, hogy csak két utcával arrébb is menjünk, én adom át a sluszkút. És azért van, mert ő olasz? Ez a mentalitás miatt? Ő egyébként szereti, ahogy én vezetek, én kevésbé, ahogy ő vezet. Hát figyelj, maga egyik, tehát nem tudom ez mi ez, az egy kamikáze. Tehát, hogy én is becsukom a szemem, de azért már félek. Nem is olasz, hanem japán. Azért ő vezet automatikusan, mert ő egy macsó, vagy azért, mert ő téged kímélni akar a terhettől. Nem tudom, ott így van. Amikor náluk voltam nyáron, akkor ott mindig a férfiak vezettek. Tehát, hogy ott automatikusan ez egy ilyen fajta és dolog. És egész nap gyúrnod kellett egyébként valamit, vagy főznöd? Tésztát? Hál' Istennek neki ez a munkája, ő főző. Gyúr, de igen, tehát hogy ő ilyen, ő ezt szereti. Én megmondom őszintén, én soha, tehát amikor a Luca édesapjánál se, én nem szeretem azt, amikor, tehát ott a férfi, vezessen a férfi. Bennem ez, igen. Ez egy ilyen nálatok is, ez egy normális? Nem, átadom. De én is vezessen. Anyukám, hagyj igyak már meg egy sört, nem vezetsz te? Visszafelé. Például amikor a Tintanyúl turnébusza elindult turnézni. Az a zenekarod, ugye? Sok sofőr fordult már meg nálunk. Ezt akarom kérdezni, hogy ki vezet? Hát most van egy jó új ideje. Új sofőrünk van? Nem, már másfél éve megtaláltuk Petit, Rudi Petit. Rudolf Péternek hívek egyébként. Jó, hát mindenkinek nem sikerülhet. De hogy hát előtte is újra gondolta magát, és elvett a rékáig. A váltás, amiről beszéltünk. Így van, igen. Így van. Mostanában jobban keresünk. Gábor, akkor meg van jövők, tehát... Tintanyú volt, ki fog a Rudolf Peti megint kopni, és akkor majd jövünk mi a sofőrnek. Szóval, igen? Előtte sok sofőr fordult meg nálunk. Nagyon hártis vagyok erre. És ki hisztizek leginkább, hogy ne ő legyen már? Én nem hisztizek, nagyon finoman csinálom. Tehát te voltál az, aki nem hisztizek? Én tényleg nem terrorista, ő nem hisztizik. Csak finoman, nagyon intelligensen. Neki mondtad, hogy ki vagy rúgva? Kinyírom. Vagy rábíztad az ennek a többi tagja? Nem hívtuk többet. Ja. Tehát érted. Úgy tudta, hogy szombaton délben még elmennek egy kellemes falunapra, de nem csöngött a telefon. Kedves Rudolf Peti, rád is ez vár. Nem. Nem, hát túl jó színész. Van-e előítéletetek autótípussal kapcsolatban? Tehát, hogyha... Van. Hopp. Hát te figyelj, ezek az ilyen komoly a kapuzárási izé előtt lévő mercisek, hát ezek tök kivonnak. Én értem, hogy szeretsz engem csipkedni. De nem hinném, hogy a mercisek? Nem, nekem ezek nem. A padlón ülő autók, tudod. Padlón ülő, behajtogatja magát típusú. Hát az összes, aki padlón ülő autóba megy. A lábbal hajtós, és akkor abba behajtogatja magát. Azt hittem, a BMW-t fogjátok mondani. Én is meg az BMW-t fogjátok mondani. Mert ők azért tipikusabbak, ott áll meg, ahol éppen kedve tartja, úgy megy, ahogy ő akar, neki lehet három sávot keresztbe menni, amíg nem jövök én, de addig még lehet. Te négyet mész. Nem, hát én megyek tovább. De a másik veszélyes típus a nagy terepjáróban ülő kis apró hölgyek. Tehát az is veszélyes tud lenni. De én úgy szeretnék közéjük tartozni. Jól vezetek! Még úgy szeretnék. Én azt vettem a feleségemnek. Egy kis kutu lábaimmal kizárják egy ilyen bazi nagy terepjáróba. Jó, az nagyon szexi tud lenni, aki szeretnék. Terepjárók mindig férfi vesz. Azért, mert annak van értelme. Tehát annak van értelme. Terepjáró, rengeteg. Nő, miért rengeteg? Nagyon sok terepjáró. Igen, de veszik nekik. Én is arra vágyom. Én a feleségemnek vettem terepjárót. Na ugye? De annak értelme volt. Hogyne, hát te gondolod, hogy van egy értelme. Tudod, hogy szereti? Nagyon. Hát te például, férfi... Én is ezt mondanám, férfi... ha venne valaki nekem egy terepjáról. Most úgy szeretnék most egy terepjárót. A személyautóban azért volt, hogy két gyerek van, és átlagos hétköznapokon
tetőig volt a csomagtartó. Tehát, hogy ez a kupé típusú autó, tetőig. Átlagos érzés. És nem indultunk el a Balatonra. És akkor lett elegem, és mondtam, hogy jó, akkor legyen egy ilyen nagyobb autó, ami azért tud négy kerékben is menni, hogy ne kelljen havat, lapát, vagy kimegy a sárba, vagy nem tudom. Tehát, egy férfi ügyel arra, hogy a feleségének kisebb legyen az autója, mint az övé? Nem, én arra ügyel, nem, én arra ügyelek, hogy jó legyen, elég legyen a teljesítmény. Réka, minden. Látom. Hát Tapsos Bencének kapott. Tapsos Bence Szülcsi napcsiára kapott egy ilyen kis. De az jó, az illik hozzá. Tehát a Bencének van a kisebb autója? Igen. Tényleg egy terrorista nálad? Nekem van a kisebb. Neked van a kisebb, de ez egy olasz hagyomány, ugye? Igen. Igen. De olaszok nekem nagy autó. Neked nagyobb, mint a férjedé? Hát vagy akkora. Jaja. Igen, két nagy autó van, igen. Jó, de jó. Aha. Ti mi alapján választotok típust? Most nem autó márkára gondolok, de hogy ragaszkodsz bizonyos típushoz, hogy minden, mit tudom, három évente egy más márka, terepjáró sport. Nekem még nem volt álmaim autója. Soha. Az melyik? Most készülök majd. De az melyik? Mit szeretnél? Egy orosz tankot szeretnék. Az utakon járó. Van egy haverom. Várj ki. Van egy haverom Mongóliában, most ott selejtezik le ezeket. Igen? Ne, nekem nincs még ám. Tehát, hogy soha nem volt olyan autó, amire igazán vágytam, és most készülök venni. Sajnos ilyen szeretnék. Szomorúan kell befejezni a mai műsort, mert a szerkesztőségünk intett, pedig nekem... De nem még... kell, hát állta valaki megszán. És egy ilyen szép nagy terepjárót. Ennek reményében. Búcsúzunk ma, köszönjük szépen, hogy csak Gabinak, Farkasházi Rékának, Ábel Anitának, és Bárdosi Sanyinak. Én olyan szívesen folytattam volna még, de nem baj, mert holnap után jövünk a szilveszteri különkiadással. Mindenkinek szép napot, vagy jó éjszakát, viszontlátásra.